Hetedik jelenet. Világos. Ugyanaz a szoba. Helga az ablaknál áll, háttal az ajtónak. Belép Viktor. Kis kezi csókolom! Szia! De jó lenne, ha megfordulnál is ide jönnél. Tessék, megfordultam. Úr vár, úr türelmetlen. Halálosan fáj fejem. Vegyél be valamit és feküdj le. Már bevettem és feküdtem. Akkor is. forró vizes palackot a tarkóthoz és feltámadsz az élet és az ő örömei számára. Mi van, borkostolom volt? Dolgom volt. Ezek a te kottáid? És ezek is? Igen, ezek is az enyém. Egy komplet repertoár, akár koncertet is adhatnál. Az ördög itt milyen csodálatos élet vár rám. Bor, muzsika, szerelem. Úgy néz ki, megint én vagyok a józanom. Mint mindig. És elégedetlennek látszol. Nos, mikor leszek a férjed? Voltál a követségen? Megtudtad, milyen engedélyek kellenek? Még mindig a férjem akarsz lenni? Mégpedig egy héten belül nem engedelmeskedem többet ő lengyel királynéságának. Nem voltam elég engedelmes alatt való eddig? Először azt mondtad, hogy várjuk meg a vizsgai időszak végét. Engedelmeskedtem. A vizsgák után elvittél síelni, mert úgy döntöttél, hogy jobban meg kell szoknunk egymást. Én persze tudom, hogy hála Istennek soha nem foglak megszokni téged, de te így akartad, és én ismét engedelmeskedtem. Tíz napig laktunk a turistaházban, és én már nagyon szívesen lemondtam volna a síelésről. De nem vitatkoztam, csodás, tíz nap volt. De a helyzetem bizonytalansága mégis megmérgezte a napokat. Mit tegyek? A modern kor gyermeke vagyok. Nekem a boldogsághoz is írott tanúsítványra van szükségem. És te most azt hiszed, hogy ez vicces? Dehogy vicces! Föllázadtam! Azt akarom, hogy Pamlodinak szólítsanak. Lefordítsam? Lengyelül ez annyit tesz, if you fail. Voltam a követségem. Tényleg? Ez nagyszerű. Mikor adják ki a papírjaidat? Meg lesz még a héten? Te nem hallottál semmit? Nem. Reggel óta erre a kis lázadásomra készültem. Miért van valami újság? Van. Hol? Itt. szerződés szerződést kapott Dagestánba. Kiadtak egy új rendeletet nálatok. És mit rendel el? Inkább mit tilt. A külföldiekkel kötött házasságot tiltja meg. Február 15-től, két nap múlva lép érvénybe. Hát aztán, ez minket nem érint. És vajon miért nem? Hiszen mi szeretjük egymást. Te teljesen hülye vagy? Aj, oh, ne haragudj, bocsáss meg, csak annyira kikészültem. Meggyőződésem, és az életemre esküszöm, hogy ezt egyénileg fogják elbírálni. Biztos volt egy-két könnyelmű eset, amiből aztán diplomáciai kellemetlenségek származtak. Az ördög tudja, nem igaz? De biztos el lehet magyarázni, észszerűen kifejteni. Amikor látják, hogy két ember nem tud egymás nélkül élni, egyik a másik nélkül, megöleli Helgát. Ne félj, kérlek, ne félj. Hiszen a 20. században élünk. Igen, igazad van. A 20. században élünk, és ez egy nagyon változatos század. Amikor néhány óra alatt eljuthatsz a világ másik végébe, az a 20. század. És amikor Spanyolországban a föld minden tájáról megérkeztek harcolni nemzetközi brigádok, az is a 20. század. És amikor Varsót földig lerombolják, és a barátnőmnek sárga csillagot kell viselni az utcán, az is a 20. század. És amikor Hitler a saját pincéjében hal meg, az is a 20. század. És amikor majd egyszer csak újra felbukkan a szelleme, az is a 20. század lesz. Azt mondtad, hozzászoktam a félelemhez. Igen. Félek, félek, félek. De mitől félsz? Veled vagyok a francba. Tessék a nagy józanságod. Ha hallgattál volna rám, már rég házasok lennénk. Ha nem lennék józa, most nagyon kellemetlen helyzetben volt. Mert most nagyon kellemes helyzetben vagyok, ugye? Miért kiabálsz velem? Vitek azt tudod, hogy ha megkapom a diplomámat, el kell hagynom az országot? Mit csináljunk? Mit csináljak? Vitek, egyetlenem. Valamit. Találj ki valamit. Te vagy a szerencse fia, neked minden sikerül. Mindig vannak ötleteid, könyörgök, most is találj ki valamit. Jó, jó. Kitalálok. Kitalálok. Ígérem. Sötét. Világos. Az utcán. Helga. Feltűnik Viktor. Helga odaszaladt hozzá, megöleli. Elmennek. Sötét. Világos. Az utcán. Helga idegesen járkál fel és le. Feltűnik Viktor. Némán nézik egymást. Aztán Viktor kézen fogja Helgát és elvezeti. Sötét. Világos. Az utcán. Ezúttal Viktor várja Helgát. Helga nagyon lassan jön. Meg sem áll, úgy megy el Viktor mellett. Viktor egy kis spéttel követi. Sötét. Viktornak a magnó felvétel miatt némileg megváltozott hangja hallatszik. Semmit nem tudtam kitalálni. És rövidesen áthelyeztek Krasnodárba. Helgáról nem kaptam több hírt. Krasnodár. Kellemes, vidám város. Esténként sok ember sétál az utcán. Én is majdnem minden este kint voltam de sokáig nem voltak barátaim. Aztán persze lettek barátaim is. Nyarant a gyakorlatra jártunk egy déli borkombinátba. Egy tópartján fekszik, amit hegyek vesznek körül. A déli lejtőre a legjobb szőlőfajtákat telepítették. Nyárúton, mikor a levelek különböző színűek lesznek, ha körbenézel, a hegyeken körbe pompás, színes koronát látsz.